Kukoricázzunk, ez volt a mottója a Királyhalmi falunap gyermekfoglalkozásainak, amit a helybeli cserkészek szerveztek, és szemmel láthatóan nagyon élveztek a gyerkőcök is. Kukorica szemeket gyűjtöttek különböző állomásokon. Tudnak zsákba futni, vagy kereket hajtani, vagy színezni lehet itt ezeket a házikókat, nem tudom, kukoricapuskával lőni, kukoricacsuhéból játékokat készíteni, és azért gondoltuk, hogy ez legyen a neve a játéknak, hogy kukoricázunk, mert hogy a kukorica körül forog ez az egész történet. Két kukorica szemért egy cukorka, négyért egy kis csoki, hat szemért pedig egy nagyobb csoki járt. Papírból készítették el, és festették ki a Királyhalmi templom, a kultúrotthon és a vasútállomás makettjét. Volt, aki minden játékot kipróbált. A kukoricapuska azon a formán úszon, azon, ahol úgy formálni kellett úgy azt a gyurmát, azt az anyagot, ebbe a festés, be a kötélhúzásba is akarná mostan azt a virágot csinálni. A falunap az évek során egyre fontosabb helyet kapott a királyhalmiak életében. Olyan település vagyunk, ahol az összefogásban van az erő. Itt mindenki meg, tehát közel 200 ember, aki ezt a falunapot összehozta, és mindenki odarakta magáit, aki tudott, az sütött, aki tudott, az gyermekvetélkedőket szervezett, aki tudott, az sátort állít, tehát az összefogásban van a lényeg. Közben baráti főzés zajlott, volt, aki a pecsenyéjét sütögette, többen borjúpörköltet rotyogtattak, mindenki saját recepttel állt neki a főzésnek. Az idei Királyhalmi falunapon nem versenyjelleggel folyt a sütés-főzés, hanem baráti ebédkészítés zajlott. Meg is kóstoljuk ezt a borjúpörköltet, amely már majdnem kész, és ugye a Királyhalmi Origó csapata készítette. Hát azt hiszem, ez pillanatokon vagy perceken belül nagyon finomra fog sikeredni. Minden elismerésem. A királyhalmi borászok a település szőlészetének és borászatának múltját és jelenét mutatták be egy kiállítás keretében, a helybeli háziasszonyok pedig saját készítésű süteményeikkel mutatkoztak be. A Királyhalmi falunapon a szabadkai önkormányzati képviselők mellett tartományi tisztségviselők is megjelentek.